Üdvözlök mindenkit! 2023. április 13-a van, kint borongós az idő, esik az eső, ittben villany kellett kapcsolni, hogy valamit a videóban lehessen is látni. Ma kelkáposzta főzeléket, azaz plutykát fogunk elkészíteni. Bemegyünk a boltba, vagy itthon megtermesszük, veszünk egy káposztát, aminek a torzsáját kiszedjük, leveleit felhasználjuk, vastag részeket, az igen vastag részeket, azt kiszedjük. Félbevágod, negyeredre vágod, és ilyen, így fölvágod. Látod? És így csinálsz a többivel is. Ez megy ide bele. Vesző 4 darab hatalmas krumplit, körülbelül ez 6 krumplinak is megfelmét betettem, de ez 4 nagy krumplin volt, fölvágtam, benn van a vízbe. Vesző, 4 hatalmas vöröshagymát, 6-7-8 gerezd fokhagymát, és izzítod, és jól megpuhítod. Nézd meg, milyen jó állaga van. Ez zsíron. Ehhez már egy kicsi vizet tettem is hozzá, hogy le ne égjen nekem, ameddig azt befejezem. És majd folytatjuk. Miután beletettük a borsot, a köményt és a majorannát az edényünkbe. Nekem ez már legalább 5 perce benn van a hagyma és a fokhagyma között. Utána a fölvágott káposztát és a krumplit beletesszük, és annyit vízzel engedjük föl az edényünket, hogy elepje, és főzzük. Minden művelet közben mindig helyreállítjuk a rendet. Tehát eltűnt el innen az eszközök, maradt a fedő, mert most jön a fedőnek az ideje. Amúgy megint új enyves vásznom van. Nézzétek meg, tök jó. Fogjuk a fedőt, akkor beleraktunk mindent, raktunk bele vizet, majdnem ellepte, benne a krumpli, benne a fűszerek, benne a káposzta, úgyhogy benn van a hagyma is, fokhagyma, rátesszük a fedőt, és ez hihetetlen gyorsasággal fog összeesni. El is mosogattunk, ami nem kell, mindig rend legyen. Na, már jó ideje föl, több mint egy órája. Nézzétek meg az állagát, hát amennyire gőztől látni. Látod? Saját anyagába sűrítettem. Fogtam 15 ilyen, 20 darab ilyen krumplit. Látod, itt a krumpli. Beelkod a kanálba, megzúzod ezzel. És beleengeded, és következőt, következőt. És így előre besűríted. Még a rántás előtt. Sót tettem hozzá, elég sokat. Aki akar, tud hozzátenni mondjuk egy leveskockát. Ízlés szerint egy kis ételizesítőt, ha akar. De kinek mi, hogy szereti. És most, hogy ilyen jó lett az állaga, kóstoltuk, hogy jó a krumpli is puha, káposzta is puha, akkor elkészítjük a rántást, tehát olaj, liszt, és a vége felé, amikor már felhabosodott a rántás, egy kis piros paprikát hintünk rá, elkeverjük, és ezt beleöntjük ebbe a lábosba, és elkeverjük, és kész lesz az ételünk. Itt a rántás, látod? Itt a rántás, megy bele egy kis piros paprika. Rakom is bele, aztán mindjárt kész. És beleöntjük akkor abba. A főzelékünk kész, mellette elkezdtünk egy ilyen adag picolino sertés virslit, minőségi sertés virslit, sült sertés zsírban, karikára vágva megsütni, látod?
Így. És visszateszem, le ne égjen. És egy kis piros paprikával meghintjük, beleforgatjuk. És a főzeléket, na még egy kicsit, úgy, látod, megforgatod, jó, beleforgatod, nézd milyen jó lesz, finom lesz, jó íze lesz, és ezzel együtt fogjuk tálalni, roppanós toronyi kenyérrel, úgyhogy azt hiszem, megint nagyon finom lesz a ebédünk, úgy, mint máskor. Na gyerekek, elérkezett megint a kóstolás ideje. Megesszük ezt a finom putykát, és nézzétek meg, ilyen finom, ropogós toronyi kenyérrel leszem. Úgyhogy először is kóstoljuk meg. Megnézzük. Hát gyerekek, fenomenális. Hát, meg olyan jól sikerült, érdemes volt időt, energiát belefektetni, mert ilyen finomat egyik vendéglőbe se hettek. Csak ha saját magatok csináljátok meg, és úgy csináljátok, ahogy nektek tetszik. Tehát úgy fűszerezitek, azt tesztek bele vagy hozzá, ami a ti ízlésetek. Ez utánozhatatlan. Nagyon finom ez a plutyka. Ha nektek is tetszett, vagy a régebbi videók, akár a kirándulások, kalandok, vagy főzések, akkor lájkot rá, nem szoktam kérni, iratkozzatok fel a csatornára, aztán akkor motiváltok. Még egyszer megmutatom. Nézd meg. Akkor sziasztok!